A Zemplén kalandpark története az első libegő létesítéséig nyúlik vissza, ami az elmúlt évtizedek aktív igénybevételét követően tavaly jelentős megújításon és fejlesztésen esett át. Ma már minden tekintetben korszerű körülmények között utazhatnak a vendégek a kilátóig, vagy éppen a középső állomásig, hogy igénybe vegyék a többi turisztikai attrakciót is. A már történelmi múlttal rendelkező első libegőt a közelmúltban azok a szakemberek vizsgálták végig, akik a telepítésben is részt vettek, hiszen az úgynevezett garanciális javítás, állapotfelmérés is azt a célt szolgálja, hogy a nagyobb teljesítmény mellett is biztonságosan üzemelhessen az ülőszékes felvonó. Modern, kényelmesebb, nagyobb kapacitású libegőnk lett a magashegyi régi libegő helyén, de annak a nyomvonalán. Úgyhogy itt fakivágásra nem került sor, csak azért mondom, mert ez egy fontos kérdés volt számunkra is. És azt hiszem, hogy amit el akartunk kérni, hogy egy egységnyi idő alatt több vendéget tudjuk megmozgatni, ez sikerült. A kihasználtsága is szerintem egyre inkább nőni fog, hiszen nagyon sok mindent, élményelemet erről a pályáról lehet megközelíteni. Kicsit más a székeknek a kialakítása, ugye az úgynevezett hattyúnak egy kicsit hosszabb, viszont az első és talán a legnagyobb érezhető különbség az ugye a székeken való párna, hiszen minden szék kapott egy ilyen kipárnázást, ami ugye egy sokkal kényelmesebb, komfortosabb érzetet nyújt, amikor a vendégeink ezen utaznak, úgyhogy mindenképpen ez a legnagyobb változás szerintem, vagyis ha úgymond a vendégeink szerint, ami egy sokkal kényelmesebb tényleg a libegőnek a használata. A libegő rendszereinek átvizsgálását ezúttal is szakemberek végezték, több szempont alapján. Gyakorlatilag a hidraulika rendszernek a karbantartása, időszakos karbantartása zajlik, és ennek keretében a folyadékokat cseréljük le, illetőleg a meglévő rendszereket felülvizsgáljuk, hogy minden rendben legyen, és sokáig működjön a libegőjük. Az elvégzendő munka most egy kis nosztalgiázásra is lehetőséget adott. 2001-ben voltam először Sátoraujjahelyen az említett öreg libegőt. Akkor voltam itt szerelésvezető, amit 7 nap alatt sikeresen meg is oldottuk, tehát behúztuk a kötelet, befeszítettünk, összefontuk. Majd aztán ugye beüzemeltük, és szinte azt lehet mondani, hál' Istennek, évről évre visszajártunk, valami tevékenységünk mindig volt, és akkor láttuk, évről évre csodáltuk, hogy Sátoraujjahely milyen hatalmas fejlődést mutatott. A magashegyi libegő tavaly augusztus 5-én indult el, szeptemberig mintegy 94.700-an vették igénybe azt.